Folyamatos innovációt kellett felmutatni, mielőtt elnyerték volna a Magyar Brands díjat. Ebben a Kodály Központ élen járt, mondta Hummel Márk, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Hozzátette, a Kodály Központ jövőre ünnepli fennállásának 15 éves jubileumát. A házban magas szintű hangversenyek, színházi előadások és konferenciák kiszolgálására törekszenek. Ez pedig a munkatársak, a programszerkezet, a marketing eszközök és az eszközállomány tekintetében is folyamatos megújulásra késztet. Mindenki, aki idejön, fellépő előadó művészek, hogy tényleg egy olyan folyamatos újítás van az elmúlt 15 évben is, ami predesztinálta azt, hogy egy ilyen programba, egy ilyen brands programba részt tudtunk venni, és hogy meg is kaptuk ugye ezt a minősítést, illetve elismerést, és azt gondolom, hogy itt a megkezdett munkát azt továbbra is folytatni kell, hiszen azokat az innovatív újításokat, illetve a ház átadása óta is meglévő infrastruktúrális dolgokat, ugye, amik adottságok, ez a csodálatos akusztika, ami ugye van a Kodály Központban, ezt pedig meg kell őrizni, illetve azokban a dolgokban próbálunk előlépni és fejleszteni, ugye, amik a 21. századi technológiát igényelnek. Mint fényrendszerben, hangtechnikában igyekeznek olyan újításokat hozni, hogy megfeleljenek a mai kor elvárásainak és a művészek által támasztott igényeknek. Az épülethez nem kellett hozzányúlni, ebben az esetben mindössze állagmegóvás, folyamatos szinten tartás történik, tette hozzá az ügyvezető. Szerencsére egy olyan épületet sikerült átvennünk üzemeltetésre, ami egyébként teljesen hibátlan. Apróbb javítások nyilván szükségesek, ugye megtartani az állagát az épületnek, de szerencsére ezekkel semmiféle komoly fennakadás probléma nem volt. Ezeket a hétköznapi problémákat, meg gondokat, azokat megkezeljük. A Magyar Brands program célja, hogy ráirányítsa a fogyasztók és a piac figyelmét a legsikeresebb hazai márkákra, valamint a legnépszerűbb innovatív fejlesztésekre.